és Tiberius Place is bent. Ebben a pillanatban elindult a nyeretlenek versenye. 1400 méterre Sleepy Soldier kapta a legjobban a rajtot, aztán ott bent a falon láthatjuk Mea Culpát versenyezni. Aki viszont nagyon-nagyon belekezdett, az az osztrák tréningből érkező Peebles Place, és a start után egy olyan 150-200 méterre robbantott, és átvette a vezetés mögött. A Seeking a Provel iparkodik minél közelebb kerülni hozzá, illetőleg Sleepy Soldier van a harmadik helyen, majd pedig ott bent a falon láthatjuk Mea Culpát, de hát a Vegas Hope is szerencsés versenyt fut, és egyelőre abszolút ott az élbolyban tud elhelyezkedni, akár támadhatja is majd a későbbiekben a vezető lovat. A vezető lovat Peebles Place-t, aki tudja diktálni az iramot, mögötte ott van Seeking Approval, illetőleg Vegas Hope, majd pedig Sleepy Soldier a negyedik, ötödik helyen, Mea Culpa társaságában, aztán pedig aztán a Queen következik, akkor amikor befordultak a befutó egyenesre a lovak, és nagyon-nagyon jó iramot tud diktálni Peebles Place. Peebles Place előnye megnyugtatónak tűnik számára, ugyanis legalább egy 4-5 hosszal elment. Vegas Hope ment át a második helyre, és ott kívülről megindulni látszik Mea Culpa is. Mea Culpa akár leveheti még a placról a második helyen versenyző Vegas Hope-ot is, azonban úgy tűnik, hogy Peebles Place-re nem lehet veszélyes. Peebles Place vezet mögötte, ott van Vegas Hope, Vegas Hope szerezheti meg végül a második helyet, a harmadik hely pedig Mea Culpának jutott, tehát 6-os, 8-as, 5-ös a nem hivatalos befutási sorrendünk. 6-os, 8-as, 5-ös, Peebles Place, Miladin Stanarevics nem várt semmit, nem akarta véletlenre bízni, és elég hamar robbantott, nagyjából egy olyan 200 méterrel a startot követően már át tudta venni a vezetést, a vezető pozíciót, és innentől kezdve róla szólt ez a verseny. Vegas Hope, ugye elmondtam róla, hogy ő a futam igazi nagy favoritja, őt kell megverni annak, akit nyerni akar, hát úgy tűnik, hogy igazán Peebles Place vette ezt komolyan, és hát meg is verte Vegas Hope-ot, aki így a második lett, a harmadik pedig Mea Culpa. Figyelem, az első futam nem hivatalos befutási sorrendje 6-os, 8-as, 5-ös. Ismétlem, 6-os, 8-as, 5-ös. 6-os, 8-as, 5-ös. Sleepy Soldier is tisztességesen helytált, és nem is beszélünk akkor Seeking Approval-ről, aki úgy szintén nagyon-nagyon szépen sokáig jól tudta magát tartani, de hát egyértelmű, hogy mind Peebles Place, mind pedig Vegas Hope nála erősebbek. Mea Culpáról pedig elmondtam a futamot megelőzően, hogy azért, bár nem került a szaklap első 4 típje közé, feltétlenül küzdhet egy jobb helyezésért, egy jobb dobogós helyezésért, és aztán ezt sikerült is behúznia. Végül harmadik lett, szorosan mögötte Sleepy Soldier, majd pedig Seeking Approval, illetőleg Asta the Queen